Másfél percre vagyunk az Armageddon-tal, erről szól egy frissen indult közösségi média oldal, és hát az atomháborús fenyegetésekről fogunk beszélgetni, főbb Lomlici Zoltán a századik jogi szakértővel. Jó estét, Jó estét kívánok! Anna Jakobsen, amerikai biztonságpolitikai szakértő írt a kiszámíthatatlanság kockázatairól, hogy az Egyesült Államok 5 perce van reagálni mondjuk egy észak érkező rakétáról. Mi úgy mindeközben, tehát hogy ennyire bizonytalan a világ, Felelős politikusok napi szinten tesznek olyan nyilatkozatokat, ami, ami hát gyakorlatilag azzal járhat, hogy itt bármelyik percben kirobbanhat a háború. Ön mit gondol, hogy miért fontos erről beszélni? A gyors kronológia és néhány norma, hogy hogy jutottunk el ide, ahol most vagyunk. A legutóbb, amikor a harmadik világháború lehetősége hasonlóan a mostanihoz felmerült, a Kubai rakétaválság során akkor még nem voltak azok az egyezmények, mint a 63-as atomcsend, vagy éppen a 68-as 68 atomsorompó, amelyeknek az volt a célja, hogy a jelenleg 9 atomhatalomnak nevezett országot, akkor még egyébként volt Ukrajnának is atomfegyvere, Kazasztánnak is, vagy Dél-Afrikának, most ezeket az akkori atomhatalmakat visszafogja, és a nukleáris arzenál bevetését korlátozza, illetve a nullára redukálja. Most ehhez képest a taktikai atomfegyverek bevetésével ma valóban úgy játszadoznak egyes vezető politikusok, mint hogyha ez kisebb kockázat nélkül megvalósítható lenne. Ezt száfolja egyébként a Newsweek magazinnak például az a nemrégében publikált cikk, amely konkrétan megjelölte azokat a városokat, és hát Los Angeles-től, Chicagón át, New Yorkig gyakorlatilag a teljes vertikumát az Egyesült Államoknak lefedi a cikk, hogy mely célpontokat tudnak eltalálni az Orosz Föderációból induló rakétákkal. Tehát magyarán a Newsweek komolyan veszi ezt a dolgot. Azt gondolom, hogy Magyarországon még komolyabban kell venni, hiszen mi sokkal közelebb vagyunk egy esetleges eszkalációhoz. És egy utolsó megjegyzés, Jens Stoltenberg, NATO főtitkára, konzervatív sajtó is beszámolt róla, még Macron szárazföldi csapatos elszólásánál azt mondta, hogy vigyázz arra, hogy ne lépjék át a vörös vonalat. Ma Szijártó Péter külügyminiszter úrnak van igaza, amikor azt mondja, hogy öles léptekkel harad e felé mégiscsak a NATO. És Ennek ellentéteként talán kevesen tudják, de megalakult 2002-ben a CTO, amely egy ugyanolyan védelmi szövetség a fák tagállamokból, és nagyon fontos, ha megtámadják az Orosz, orosz Föderációt, akkor nem csak az Orosz Föderáció fog visszavágni, hanem a CTO valamennyi tagja. Ez egy érdekesség. Ha... Emmanuel Macron jelen pillanatban az az európai politikus, aki a leghangosabban csörgeti a kardját. De hát az teljesen elképzelhetetlen, hogy ő a 250 atom töltetével mondjuk térdre tudná kényszeríteni az 5500 töltettel rendelkező Oroszországot. Hogy kit kell figyelni, hogyha tényleg arra vagyunk kíváncsi, hogy a, a dolgokat mi mozgatja? Nyilván a két elnököt, az Amerikai Egyesült Államok elnökét és az Orosz Föderáció elnökét kell figyelni, de... Az, az oroszok nem adtak olyan impúzusokat, hogy ők szeretnének támadni? Egyáltalán nem, és amikor Belarusba telepítettek atomfegyvereket, illetve állásokat, akkor azt mondták, hogy na hát itt a vége, elindult a, a visszafordíthatatlanság útján az Orosz Föderáció, csak akkor arról nem beszéltek, hogy az amerikai valóban közel 6000 atom töltet az nem csak az Egyesült Államokban található, hanem Törökországban, Olaszországban, Belgiumban és Hollandiában is például. Tehát önmagában az oroszok nem tettek semmit, olyat legalábbis nem tettek, amit az Egyesült Államok nem tett volna meg, hogyha megnézzük geopolitikailag a helyzetet. Hát meg most a lengyelek is bejelentkeztek újfent, hogy ők is szívesen tennének amerikai atomtölteteket a saját területükre. Tehát milyen kockázatokat rejt magában az, hogyha és most csak gondolok arra, hogy Litvánia svédországi nagykövete azzal hetszelte az oroszokat, hogy a krími hiddal mi történt. Szóval milyen folyamatokat indíthat be az orosz fejekben egy ilyesfajta mondjam, kivagyisági verseny? Bár Oroszország agresszornak van kikiáltva, és Magyarország is olyan, hogy Ukrajna területi önrendelkezéséhez joga van, hogyha ezen túlépünk a... a forrófejű nyilatkozatok nem a Kreml részéről érkeznek. Ezt azt hiszem tényszerűen kijelenthetjük. Most ezzel nem foglalunk állást abban, hogy ebben a háborúban ki jó vagy ki rossz, de azt mindenképpen láthatjuk, hogy az európai vezetők egy része, Emmanuel Macron-tól, Annalena Berbokon át, a német külügyminiszteren át, vagy éppen bármelyik balti állam vezetőjét, hogyha nézzük, és külügyminiszterét, hogyha nézzük, tehát miniszterelnöki szintet beleértve, de ugyanígy, hogyha megnézzük most az új lengyel kabinet megnyilvánulásait, a, a Weimari hármak találkozóján azt, hogy Olaf Scholz volt talán a legvisszafogottabb, de alapvetően Tusk és Macron ugyanúgy szorgalmazta a szárazföldi csapatok bevetését. Tehát, hogyha mindezt a, a masszát összegyúrjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a, a legkevesebb, hogy háború beszélünk, és a legkevesebb az, hogy egy esetleges nukleáris háború veszélyre felhívjuk a figyelmet. Nem véletlenül említettem az atomsorompó egyezményt, ugye az atomcsend egyezményt egyébként az Egyesült Államok nem is ratifikáltat, csak aláírta. Az oroszok pedig valószínűleg az ő szempontjukból joggal fenyegetőznek azzal, hogy az atom sorompóból fognak kilépni. Ezt egyébként 1968. június 12-én írták alá. Magyarország egy 72-es tv rel hirdette ki. De ami ebből igazán lényeges az az, hogy meg kell nézni, hogy Hiroshima-ban és Nagasaki-ban milyen pusztítást végzett egy akkori fejlettségi szintű atombomba, amikor ledobták erre a két városra. Meg kell nézni, hogy a lakosságra prompt, és évtizedes távlatban milyen hatással volt. Tehát itt nem csak arról lenne szó, hogy ha lokálisan egy-két atom töltetet bevetnének, hogy ennek egy mementója lenne, mint ahogy a két városnak, hanem hogyha az ön által is említett volument és szám adatot összevetjük, akkor ez a nyugati civilizáció megsemmisítésének a lehetőségét veti fel. Sajnos ezt ki kell mondani, bármennyire is apokali, vagy éppen túlzónak tűnik a jelentés. Annyi itt akit idéztem az előbb, azt mondja, hogy egy atomháború esetén az első 72 percben 100 milliós nagyságrendű lenne az áldozatok száma, és összességében milliárdos, több, minő, több milliárdot ír. Vissza lehet még jönni a mély ponton lévő nemzetközi kapcsolatokból ön szerint? Igen, most maradtunk valamennyire a, a jogtalaján. Én és harmadszorra hivatkozom, azért is citáltam két egyezményt, mert elvileg vannak biztosítékok, és ezekhez tartotta magát eddig az Orosz Föderáció, és valóban a másik nagy atomhatalom utána Kína jön, és Franciaország, hát a 300-as és 200-as nagyságrendű atom töltett el, az, az már, bár azok is hatalmas mennyiségnek, emberi léptékkel minősülnek, de ők nem ö, a vezetői, a, nem a kimagasló oszlopai ennek a világrendnek ilyen szempontból. Ha tartja magát Oroszország a megállapodásokhoz, akkor nincs baj, de hogyha kiprovokálják például, hogy felrúgja az atomsorompó egyezményt, akkor Európa napjai vagy akár órái meg lesznek számlálva, és még egyszer kicsit modorosságnak tűnik, de a, hogyha a Newsweek vonatkozó cikkét bárki megnézi, akkor ez arról szól, hogy az Egyesült Államokban a demokraták oldaláról, tehát nem, akik egyébként nem szoktak háborús pszichózis terjesztésének vágyával az elmúlt évtizedekben létezni, de mégis a demokraták szellemi holdudvarából indul ki az, hogy igenis az Egyesült Államok lakossága legyen tisztában a veszélyel, és innentől azt gondolom, hogy az csak a felelőtlenségből fakad, hogy a vezető német, francia orgánumok nem napi szinten foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ifjabb Lomnici Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.